Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Idén is megrendezte az Értékhangoló nevű diákoknak szóló versenyét a Tolna megyei Értéktárbizottság. A program során a négy fős csapatoknak a Tolna megyei értéktárral kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. Az értékhangolón legjobban szereplő csapat az országos értékvetélkedőn képviselheti Tolna megyét. Újra és újra megszervezhettük ezeket az összejöveteleket. Fontos szerepet kap a természet is, állataival, növényeivel, csodáival. Negyedik alkalommal gyűltek össze értékhangolóra a diákok és a tanárok Dedesen, hogy a megyei önkormányzat Kincses Tolna megye című értékvetélkedőjének idei témáját, a megye természeti értékeit kutassák. Az értékmentéshez elsődleges a tudatosság, mondta a Tolna megyei Értéktárbizottság elnöke megnyitó beszédében. Végig kell nézni ezeken a fiatalokon, hogy valamilyen módon megmérgeződnek mégis, és részt vesznek a dologban olyan szinten, hogy az előző évek így versengő diákjai készítettek különb felterjesztéseket, mint a helyi értéktárbizottságok, és vált valami azért megyei értékké, mert fiatalok figyeltek föl rá. A megyei értéktár az sokak elképzelése szerint fölötte áll a települési értéktáraknak, valójában inkább szolgálja a települési értéktárakat, nem dirigálja, hanem segíti, és ugyanakkor különböző rendezvényekkel, akciókkal próbálja ráhangolni a településen ezt a tevékenységet végzőket, megvilágosítani sokszor még a magamkorú emberekbe is azt, hogy igenis kell az értékekkel törődni, mert különben csak biológiai lények vagyunk, és megfeledkezünk arról, hogy emberré azt tett minket, hogy örökítjük egymásra generációról generációra mindig a még többet és még jobbat. Tolna megye kis megye. Nekünk nincs egri várunk, nincs soproni műemlékegyüttesünk, egymagában Sopron városban majdnem több a műemlék, mint egész Tolna megyébe. Tehát mi másképp becsüljük, vagy másképp kell, hogy megbecsüljük az értékeinket, mint nagy megyék, meg olyanok, ahova a történelem oda sűrített értékeket. És hát erre is rá lehet hangolni a fiatalokat. Az meg külön öröm. Ide nyilván nem a legkiválóbb tanulók érkeznek. Egész egyszerűen azokból, hogy ők már ezerféle különböző tanulmányi versenybe érdekeltek, tehát erre már nincs kapacitásuk. Hogy maguk a pedagógusok is megrökönyödnek sokszor azon, hogy átlagosnak így gyerek egyszer csak itt megnyílik, és csodát művel a felszólalásával, azzal, hogy mit fedezett fel, azt hogy terjeszti elő, úgyhogy ez egy kellemes, jó élmény mindenkinek, aki itt van. Országos szinten Tolna megye élen jár az értéktár bővítésében. Ez nagyrészt a fiatalok munkájának is köszönhető. Több olyan diák is érkezett Szedvesre, aki valamilyen hagyományt ápol, elhivatott a magyar értékek további örökítésében. Van egy lovas egyesületünk, Pincei Lovas Egyesület, ott heti szinten lovagolok és fogadhajtok, és nekem ez nagyon fontos, mivel már évtizedek óta a család hagyománya. A tanárok a kutatók munkáját segítik és bevonják azokat a diákokat is, akik eddig még nem figyeltek fel a mindennapi életben használt értékekre, de lelkesek, hogy újat tanuljanak. Szekszárdról közel 20 ilyen diákkal érkezett a Csapó Dániel középiskola biológia szakos tanára. Azt gondolom, hogy manapság ez nagyon fontos, mert a gyerekek életéből azért valamilyen szinten soknak kimarad ez az értékőrzés, és nagyon fontosak a hagyományok, a gyökerek mindenki számára, és ez egy kicsit hozzásegíti őket, hogy a hagyományokat, talán a saját gyökereiket is megismerjék, és szerintem úgy az igazi élet, hogyha ezeket ismerik a gyerekek. A jövőben is kiemelt figyelem és támogatás övezi az értéktár mozgalomhoz kapcsolódó rendezvényeket, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, aki köszöntötte a versenyre érkezőket. A diákokat illetően reményét fejezte ki, hogy nem csak a hagyományőrzés, hanem az értékteremtés is megadatik nekik. Ezeket tovább gondolva innovatív ötleteket valósítanak majd meg.
A megyei szinten azt tartjuk fontosnak, hogy értékekre alapozva egy innovatív, egy továbbfejlesztett és egy fiatalos, lendületes megyét építsünk. Tolna megye a 19 megye vonatkozásában is ebben élen jár, hiszen az értéktár bővítése, építése itt áll a legjobban országos szinten. Úgyhogy ezt csak tovább szeretnénk erősíteni, és hát igazából az értékeink mind kreativitásra, innovációra utalnak, amit ugyan ez egy kicsit visszatekintés a múltban is, de ugyanakkor a fiataloknak jelzés arra, hogy tovább gondolják ezeket a dolgokat, és éppen ezekből az értékekből kiindulva akár startupokat, vagy fiatalos, innovatív ötleteket merítsenek, és hát elinduljanak a jövő felé. A rendezvényre a megye minden nagyobb településéről érkeztek, összesen 60-an. Ezen a vetélkedőn derül ki, melyik csapat képviseli Tolna megyét a jövő év elején megtartandó országos döntőben. A tavalyi vetélkedőre elkészített javaslatok közül 9 megyei érték lett. Kerek 100 esztendő telt el azóta, hogy az első Waldorf iskola megkezdte működését, és annak is már 2 évtizede, hogy Szekszárdon az óvoda megnyitotta kapuit. A pedagógiai módszer ma is vitákat vált ki, sokan esküsznek rá, és vannak, akik nem tartják megfelelőnek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az itt tanuló gyerekek boldogabb és egészségesebb lelkülettel élik az életüket. Az első Waldorf iskola Stuttgartban 1919-ben kezdte meg működését. Így könnyű kiszámolni, hogy a Rudolf Steiner nevéhez kötődő oktatási módszer idén ünnepli 100. évfordulóját. Ez alatt az idő alatt szerte a világban 1000-nél is több oktatási intézményben tanítottak ezzel a módszerrel. Magyarországon 1926-ban nyílt meg az első iskola, és pont 20 éve annak, hogy az első waldorfos gyerekek Szekszárdon is átlépték az óvoda kapuját. Alapító szülő voltam az óvodánál, bábáskodtam, aztán az iskola alapításában vettem részt. Egy darabig kurátorként tevékenykedtem, most már csak szülőként. Ez a 20 év, ez nagy változást hozott mindenkinek. Kinőttük a kis családi házat, ahonnan az óvoda indult, és sikerült egy olyan helyet találnunk, ahol elfér egymás mellett az óvoda és az iskola is. Egyre szépül, azt gondolom, és rengeteg munkája van benne a szülőknek, de minden nap azt látjuk, hogy érdemes munkát beletenni, és érdemes rábízni a gyerekeinket a pedagógusokra. Már nem úgy néznek ránk a városban, mint csodabogarakra, hanem kezd a Waldorf intézménynek egy súlya lenni annak a névnek, hogy Waldorf. Talán hozzájárult az is, hogy már több évfolyamunk kiment az iskolából, és ők bizonyították azt, hogy igenis emberek nőnek fel itt, nem is akármilyenek. És talán a szülők is jó hírét viszik az iskolának és az óvodának. Számos téves információ kering a Waldorf pedagógia tematikájáról, aztán a tapasztalatokat szerzők azt mondják, soha nem vinnék máshová a gyereküket, hiszen olyan világképpel gazdagodnak és olyan környezetben nőnek fel, mely pozitív irányban tereli őket. Igazából egy olyan utat kerestem a gyermekeimnek, ahol figyelembe veszik az ő érzéseit, a fejlődési sajátosságát. Egy más utat kerestem, mint amit az állami oktatás nyújt. Olyan környezetet tudunk teremteni mi szülők a gyermekeinknek, ahol ők jól tudnak tanulni. Olyan dolgok veszik őket körül itt az iskolában, amit a szülők a két kezük munkájával csinálnak. És ez a gyerekeknek is nagyon fontos, és ezáltal megtanulják azt az értéket, hogy nagyon vigyázzanak az őket körülvévő dolgokra, hiszen azt apa-anya készítette. Egy mintaadás, illetve egy olyan értékrend, hogy egyrészt szándékosan nincs rongálás itt az iskolában, tehát nincs firkálás, rongálás, bárminek a letörése, tönkretevése, illetve nyilván szívesebben vannak egy olyan környezetben, ami köthető a saját szüleikhez. Ez Waldorf iskola egy kicsit más van, szóval így, és így általában megértik, de furcsálani szokták, szóval így kicsit furán néznek, hogy itt tényleg nincsenek jegyek, meg
ilyenek is. Szóval el tudom magyarázni, de így érdekesnek találják. Kedvesek a tanárok, meg a osztályközösség összetart. Vannak ilyen művészeti órák, rajzolunk, festünk. Egy ilyen összetartó, egy ilyen csapatmunkában dolgozó, meg mindenki segíti egymást. A Waldorf pedagógia célja, hogy módszereivel és elméletével a gyerekek egészséges fejlődését támogassa, miközben igazi közösséget épít a gyerek, a szülők és az iskola vagy óvoda bevonásával. A Waldorf pedagógia lényege ellentétben a többivel, hogy a Waldorf iskolákat a fej, a kéz és a szív iskolájának nevezik, ami azt jelenti, hogy semmi olyan intellektuális tartalom nincs, amihez ne társulna egy tevékenység, és ne társulna egy morális hozzáállás, egy érzelmi töltet. Tehát mindent úgy tanulunk, hogy tevékenyen, és hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez, tehát minden izgalmas legyen. A Waldorf iskolákban nagyon kemény szabályrendszer van. Tehát az a helyzet, hogy minden napnak megvan a ritmusa, pontosan fel van építve minden nap, hogy mikor mit kell csinálni. Megvan a gyerekek szabadsága szűk határokon belül. Hát ki vannak jelölve egyértelműen a határok, hogy mit lehet és mit nem lehet, és azon belül megvalósíthatják magukat. A szabályos rend nem csak a napi, de az egész évi teendőkre is igaz. Így az ünnepkörök határozzák meg az adott időpont egész jellegét és tevékenységeit. Így karácsony előtt természetesen az advent, mely Waldorf körökben, a bazárban és az elcsendesülő kalácsonyvárásban egyaránt testet ölt. Egy olyan ruhadarabot állított ki a Wosinski-Mór megyei múzeum, mely mintapéldája annak a divatnak, ami egészen biztosan nem veszi figyelembe a kényelmet. A krinolin az egyik legkényelmetlenebb és egészségtelenebb ruhadarab, amit a divat kitermelt magából, de mint minden hasonló esetben közel 10 évig hódított. A divat függetlenül a kortól vagy az égtájtól mindig is meghatározó volt az öltözködés, a viseletek és a viselkedés területén is. És soha nem az észszerűség vezette. Elég a megnyomorított lábú kínai nőkre, a pankorszak hajviseletére, vagy a kilukasztott és karikás fülű férfiakra gondolni. És ebbe a sorba illik a krinolin is. Erről a ruhadarabról vízzást elmondható, ha valaki rosszul akarja érezni magát, hát vegyen föl egy ilyet. Azt hiszem, hogy ez nagyon találó kifejezés erre a divatra. Egyébként is ennek a kornak a divatjára minden volt mondható, csak a kényelmesség nem csak a krinolin miatt, hanem a fűző, ami már még régebb óta divat volt, ugyancsak nagyon sanyargatta a női testet. A krinolin is egy rendkívül kényelmetlen viseletnek számított. A történetéről annyit érdemes tudnunk, hogy ez 1857-ben bukkant föl, és az elterjedésében Frederick Wörthnek volt a legnagyobb szerepe. Róla azt kell tudni, hogy sokan őt tartják az haute-couture megteremtőjének. A krinolin megjelenését követő évben, 1858-ban hozta létre az első divatházat Párizsban, aminek különlegessége volt, hogy élő modellekkel mutatta be, akár csak napjainkban a divat terveit. A divat az a kényelmi szempontokat veszi, azt hiszem, a legkevésbé figyelembe, illetve voltak korszakok éppen az első világháború környékén, amikor a másik nagy divat diktátor, Chanel, aki a nőket például kiszabadította a fűzőkből, de ez a 20. század elejéig kellett várni. A krinolin elterjedésében harmadik Napóleon feleségének, Eugénia császárnőnek vannak múlhatatlan érdemei. Igaz, 10 évvel később ugyancsak ő volt az, aki először szabadult meg ettől a ruhadarabtól, és gyakorlatilag futótűzként írtotta ki a ruhadarabot a társasági életből, és így a divatból is. A krinolint fel és levenni sem volt egyszerű. Ehhez segítség kellett, és az újságokban elég komoly hadjáratot indítottak az újságírók a krinolin viselése ellen, ami nem csak kényelmetlen volt, hanem valóban veszélyes is volt, és haláleseteket is
feljegyeztek ezzel kapcsolatban, amikor például gyertya miatt tüzet fogott a ruha, és nem tudták eloltani, nem tudott a hölgy olyan gyorsan megszabadulni tőle, hogy megmenekülhetett volna, és végül az égési sérülésekbe halt bele. De akár gondoljunk bele, hogy egy ilyen ketrecbe, egy ilyen fém szerkezetbe milyen könnyen belekaphatott a szél is, és mint egy vitorla úgy működött esetenként egy tengerparti séta alkalmával. A hónap műtárgyáról valószínűsíthető, hogy a percelektől került a Szekszárdi Vosinszky Mód megyei múzeum gyűjteményébe. Az 1860-as évek divatjának másik jellegzetessége a szoknya fémszerkezetén kívül a felső rész zsinorozása volt. Kralovánszky Mária ruharestaurátor készítette el nem csak a ruhaderéknek a restaurálását, hanem a szoknyarész és a krinolinnal együtt a szoknyarész rekonstrukcióját is. És bár a divat visszavisszatér nagyanyáink viseletét. A Szeretett Színház egy olyan kezdeményezés, melyben a hátránnyal élők is kiteljesíthetik tehetségüket. A hátrány nem feltétlenül jelent testi problémát. Sok esetben rossz családi körülmények között élő fiatalok is szerepet kapnak a darabokban. Fázol! Vegyem föl kabátot! Ne az én szelemet az állat! Na, dobja vissza! Megégeti a kezét! Aztán akkor nem tud dolgozni. Az nem fordulhat elő, uram. Ajánlom is! A színház népművelés. Minél magasabbra tudjuk emelni, annál nagyszerűbb. De az nem lehet, hogy csak és azonnal a magasabb szinten csináljuk. Gobbi Hilda gondolatai ezek, és ha valaki, ő biztosan tudta, mi a csoda, ami a színházban megjelenik. És ezt a csodát akarja minden produkciójával újra és újra elénk tenni a Szeretett Színháza is, akik a Rivalda világával nem csak szórakoztatni, nevelni, de esélyt adni is akarnak azoknak, akiknek erre más esélyük nem lenne. Mert mindenkiben ott van a tehetség, s ha segítik, elő is jön belőle. Három ízben fogok megjelenni nálam. Az nem jó. Már első látogatásomat, mikor egyet üt az óra. Lehet, hogy nyitó se lesz. Aztán másodszor is eljövök, pontban két óra. Nem lehet egybe letudni. És harmadszor pedig pontban akkor, mikor a föld a baj elében él. És a nap legyőzi az éjszakát. Nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy megmutassuk magunkat, az egyrésztről magunkat kell adni. Az nagyon fontos, hogy összefogással lehet csak megmutatni magunkat, és a szeretet nagyon fontos, és nem biztos, hogy mindig a legnagyobbat kell rögtön mutatni, hanem azt kell mutatni, hogy mik vagyunk őszintén, mik, honnan jöttünk, hova tartunk, és ez az elfogadásnak a lényege, ami a legfontosabb arcpolitikánk, hogy nem befogadunk, csak befogadunk, hanem elfogadunk is. A befogadás az viszonylag már azt gondolom megy, az működik. Léteznek integrált intézmények. Az emberek most már úgy azért a hétköznapokban befogadják, hogy léteznek körülöttünk sérültek, léteznek körülöttünk szegény emberek, léteznek állami gondoskodásban lévő emberek, de elfogadás az még nincsen. Igazán nem kéne különbséget tenni a normálisnak mondott és a Szeretett Színháza között, de ez nem megy, mondja a színigazgató. Ez egy misszió, és egy üzenet is egyszerre. Hogyha megtaláljuk mindenkinek azt a szerepet, azt a lehetőséget, amiben jó, amiben ő meg tudja éppen abba a darabba mutatni magát, akkor nincs különbség. Talán még az, ami nem színház szakmai, hanem érzelmi dolog, hogy ebbe a színházba azt gondolom, hogy mindenki még a lehetőségeihez képest is még inkább rárak valamit, és még többet akar mutatni, hogy igenis őt is fogadják el, őt is vegyék észre a világba, hogy ő is ott van, ő is létezik, és ő is képes segíteni. Ez egy nagyon fontos. Ez egy nagyon régóta, 2003 óta működő színház, régen komédiás integrált színháznak hívták, mi abból kiváltunk és felvettünk egy új nevet, az Imre Sándor Szeretett Színház. Imre Sándor is egy sérült színészünk volt, sajnos már az égi társulatban játszik ő. A társulat mindig úgy jön össze, hogy valahogy oda csapódnak azok az emberek, akik szeretnének valamit, akik szeretnének tartozni valahová. A sérülteket, állami gondoskodásban lévő gyerekeket pedig mi tudatosan keresünk meg intézményenként, vagy családokba, akár hátrányos helyzetű családokba foglalkozunk tehetséggondozással, és akkor így mindig összeverbulálódik ez a csapat. Nagy tévedés!
rossz befektetés. Hiába gyűjtesz, ha párteszka marad, csak a domi tiéd nyereség, különleges, legvégéres kéz. Láncok és vergődök, nyomorgok ide át, felül kellett vizsgáljak egy-két ideát. Nem maradt ugye semmim se, teljesen hiába volt. Vagyonom, amire hüde büszke voltam, velem együtt hol. A színház, a művészet, az egy eszköz, az egy ablak, amiben ki lehet ezt rakni, amiben meg lehet mutatni. Ahol nem az van, hogy hát lehet, hogy mondjuk azt a kis tárgyat, amit bemutatunk, azt nem is ő csinálta, mert ott van teljes valójában. Teljes lelkével, teljes szívével, teljes testével ott van. Tehát ez a színház, én azt gondolom, ez az eszköz, de a mögötte lévő dolog az természetesen más. Tehát mi azért tudjuk a mindennapjaikat ezeknek a gyerekeknek, a sérülteknek az intézményekbe. Tehát mi bejárunk úgy is, és akkor nincs a szelfizés, hogy ott vagyunk, akkor csak mi vagyunk. A lelki segítség azt mi kapjuk, tehát tőlük. Én azt gondolom, hogy ez a fajta elfogadás és szeretet, ez belőlük jön. Tehát mi sokkal többet kapunk, úgymond épek, mint mi tudunk adni nekik. Ezerszer. A gyerekektől megkapjuk az őszinte rácsodálkozást, hogy lehet még rácsodálkozni, vagy amikor éppen a pici gyerkőceink ebbe a darabba van egy kis szünet, és gyakorolják a jelenetet. És az nem arról szól már, amikor 15-ször elgyakorolják, hogy hát, ha jobban megy, hanem ők játszanak tényleg. Mert ugye mi is játszunk a színpadon, de hát azt szokták mondani, hogy a színész az ugye 7 órától színész este, most ez esetben 6 órától, napközben meg ember, mi meg inkább azt mondjuk a mi esetünkben, hogy mi nappal vagyunk emberek, és este vagyunk, vagy nappal vagyunk színészek az életbe, mutatjuk magunknak azt a világot, ami ez a pörgő, rohanó világ, és este pedig emberek vagyunk, és megmutatjuk az embereknek, hogy lám, le lehet nyugodni, meg lehet állni, le lehet csendesedni, oda lehet fordulni a másikhoz. Úgyhogy ezt meg tőlük kapjuk. Ezt tőlük kapjuk teljes egészében. Más színházakban én azt gondolom, mégis a lüktetés annak ott kell lenni. Az a fajta feszültség, hogy most holnap is ott lehetek, holnap után is ott lehetek. Jön egy másik igazgató, akkor velem mi lesz? Itt meg ilyen nincsen. Tehát, hogy, és ez a fajta dolog, ez még inkább családiasabbá teszi a dolgot. A színház működésében bevett szokás, hogy fellépéseik bevételének egy részét jótékonysági célra ajánlják fel. Így volt az ebben az esetben is. A Teltházzal játszott darab bevétele Gereben Lívia gyógyítására fordítódik. Nocsak, kupán erre gyorsak, ígyunk a verdik csak borra, ígyunk hajdi-hajdi, ígyunk hajdi-hajdi, nyerünk, törpincsük ki gyorsak, ígyunk a verdik csak borra, ígyunk, ha betűjön még jobban, el is tapvén hajó. Hangolódjunk együtt a karácsonyra Szekszárdon, a Szent István téren. December 1-től 23-áig kézműves kirakodóvásár, karácsonyi műsorok, gyermekprogramok, adventi kalendárium, Betlehem, forralt bor és sok más finomság várja az érdeklődőket. A Babits Mihály Kulturális Központban az adventi vasárnapokon színházi előadásokkal és koncertekkel kedveskedünk a közönségnek. A gyermekek örömére december 15-én újra kinyitja kapuit a karácsonyi kincses ház. A két ünnep között játszóházzá alakul a Babits, ahol kölyök szilveszterrel és ingyenes mozi matiné vetítésekkel várjuk a családokat. Részletes program a www.szexardagora.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!